ismét átadtak három elkészült beruházást Szadán. A jelentős részt pályázati pénzből megvalósult fejlesztések összértéke megközelíti a 100 millió forintot. 28. alkalommal rendezte meg a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola a Városi Diákriporter versenyt április 7-én. A megmérettetésre a város 8 iskolájából összesen 17 tanuló jelentkezett. Április 9-én zajlott Kistarcsán a hagyományos amatőr tavaszi úszóbajnokság a Nyuszi Kupa, ahol az óvodások és alsó tagozatos iskolások ebben az évben is több versenyszámban indulhattak. Április 13-án Gödöllőn át Szadára érkezett a Budapestről indult honvédelmi toborzófutás. Az országos megmozdulás több mint 200 települést érint.